Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják. Tamis Ákos vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Ünnep Bátaszéken, jövő augusztusra elkészül a székelyház. Utcákat dűlőket neveztek el Szekszárdon, több ezer új cím keletkezik. Felavatták a Paksi futballstadiont, az Újpesttel csapott össze a Paksi csapat. Földrengés volt Pincehelynél, senki sem sérült meg. Az elmúlt 10 év arról szólt, hogy a határon túli magyarok is teljes értékű állampolgárai lehessenek az országnak, mondta Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár Bátaszéken, ahol a székelyek a Józseffalvi búcsú emlékére gyűltek össze. Az ünnepségen megszentelték a megépítendő székelyház keresztjét. A mindenható örökisten áldja meg és szentelje meg ezen keresztet az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. 75 esztendeje annak, hogy Bátaszékre érkeztek a Bácskából menekülő székelyek és találtak új hazát maguknak. Most újabb lépés következik azzal, hogy megépülhet a közösségháza. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár ünnepi beszédében azt mondta, az elmúlt 10 esztendő arról szólt, hogy a határon túli magyarok is teljes jogú állampolgárok legyenek Magyarországon. A nemzetpolitikai államtitkárság kiemelt rendezvényként kezelte az idei bátaszéki eseményt. Nem csak a múltra akarunk emlékezni, hanem a jövőbe is tekintünk. Ezt bizonyítja az, hogy egy új székely tájházat, illetve egy székely házat akarnak építeni a józseffalvi székelyek itt Bátaszéken. Emögé a kezdeményezés mögé állt be a nemzetpolitikai államtitkárság, ezt tudtok támogatni, és nagyon reméljük, hogy egy év múlva szintén a józseffalvi búcsú emlékére, vagy napján, augusztus 20-án át is tudjuk adni ezt a gyönyörű házat. Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke arról szólt, igazi haza ott van, ahol házat épít az ember. Ezért van ennek a háznak is különös jelentősége. És ezért örülök, hogy itt is egy hazát, vagy egy házat építenek, mert úgy gondolom, így teljesedik ki az életük, így találnak örömet, ugye ez a közösség is, és bízom benne, és hát mindent a szövetség, Bukovinai Székelyek Országos Szövetség megtesz, hogy tényleg egy olyan értéket képviseljen ez a székelyház, és mind amilyen értéket számtalan helyen ugyanúgy hasonló épületek hordoznak magukban. Bozsadik Róbert polgármester arról beszélt, a város közösségében meghatározóak a székelyek, így a céloknak is közösnek kell lenniük. A város, amennyiben igényli a Székely Egyesület, minden segítséget meg fog adni. A néhány perccel elhangzott dátum, azaz 2021. augusztusára, ez a székelyház idézve a régi idők emlékét átadásra kerülhessen. A bátaszéki székelyek a ház átadása és a letelepítés évfordulója mellett megünnepelték az idén 50 esztendős énekkar tevékenységét is. Felavatták az 5000 néző befogadására alkalmas közel 2 milliárd forintba kerülő futballstadiont a hétvégén. Az ünnepséget a Paksi FC Újpest szezonnyitó élvonalbeli labdarúgó mérkőzése követte, amire 4000-en voltak kíváncsiak. A 2020-21-es új bajnoki idény nyitó mérkőzésén a Paksi FC Újpest találkozott megelőzően megtörtént az új közel 2 milliárd forintból épült 5000 néző befogadására alkalmas Paksi Városi Stadion ünnepélyes felavatása. Mielőtt kijöttek volna a gyepszőnyegre a csapatok, mint egy 2 órás műsorban volt része annak a több ezer nézőnek, akik már a kapunyítás után helyet foglaltak a különböző szektorok lelátóin. A hivatalos ünnepélyes átadás az ilyenkor szokásos szallag átvágással megtörtént, melynél Paksváros polgármestere Szabó Péter és a paksi csapat korábbi vezetőedzője Gelei Imre, korábbi szövetségi kapitány működött közre. Egy olyan szintet sikerült lépni Paks városának, ezzel a stadionnak a
a létrejöttével és avatásával, mint amilyen szintet lépett mondjuk 40 évvel ezelőtt, amikor az első 4 blokk építése kapcsán mondjuk egy atomerőmű sportegyesületnek a sportcsarnokát sikerült átadnia, most a sportnál maradva természetesen. Én azt gondolom, hogy egy ilyen infrastruktúrális fejlesztés, akár egy stadionépítés, akár egy sportcsarnok építés, én azt gondolom, hogy ez mindenféleképpen a városi hangulatot, egy városi életminőséget tud javítani. Az új stadionavató várva a várt fő eseménye a Paksi FC Újpest NB1-es mérkőzés volt, az idénnyitó. Ezen ünneprontónak is mondható 2-1-es újpesti győzelem született, ám a hazai csapat teljesítménye, amelyben több új játékos is bemutatkozott, mindenképpen bizakodásra ad okot a későbbiekre nézve. A paksiak történelmileg mondható első gólját a felavatott új stadionban az új csatár, a Kaposvárról érkező Ádám Martin szerezte. Kisiklott egy tehervonat, majd 3 vagonja is felborult vasárnap a Tolna megyei Dúzsnál. A balesetet az okozta, hogy egy munkagép a vágánymenti zöld területen szabálytalan munkát végzett, aminek során egy felső vezeték a sinekre dőlt. Az eset során senki nem sérült meg, a pályaszakasz helyreállítása viszont napokig fog tartani, ezért a Kesző-Hidegkút, Gyönk és Kurd állomások között pótlóbuszok szállítják az utasokat. A volánbusz a Sárbogárd és Pécs, valamint a Pécs és Sárbogárd közötti menetrend szerinti járatain elfogadja a vasúti menetjegyeket és a bérleteket is. Enyhe földrengés volt szombaton kora este Pincei közelében. A Kövesligeti Radószeizmológiai Obszervatórium mérése alapján a Richter-skála szerinti 2,4 magnitúdójú földrengés 18 óra 43 perckor keletkezett, mintegy 5 kilométeres mélységben. A rengést a helyek közül többen érzékelték, károkról viszont nem érkezett bejelentés. Tolna megyében hétfőre változékony füllett idő, testére pedig felhőszakadás, zivatart, viharos szelet jelzett előre az Országos Meteorológiai Szolgálat. És kedden is heves zivatarok, felhőszakadások érkezhetnek a térségbe a prognózis szerint. Ezek miatt figyelmeztetést adott ki a szolgálat Tolna megyére is. Ez azt jelenti, hogy megvan az esély arra, hogy rövid idő alatt 25-30 mm-t meghaladó csapadék hullhat. A rendőrség arra kéri a közlekedésben résztvevőket, hogy fokozottan figyeljenek a KRESZ szabályainak betartására. Felhívjuk az állampolgárok figyelmét arra, hogyha erősebb széllökések történnek, valamint hirtelen lezúduló eső történik, akkor nyilván a látási viszonyok is megváltoznak. Ebben az időben mindenki még jobban tartsa be a közlekedési szabályokat, amennyiben megteheti, lassabban közlekedjen, figyeljen fokozottan a követési távolságra, illetve hogyha nem jégeső van, akkor a nagyobb felhőszakadás idején érdemes félreállni, hogyha nagyon nem sietős senkinek a számára. Egyre többen költöznek Szekszárd külterületére, vagy éppen zárt kertbe, de oda csak abban az esetben tudnak bejelentkezni, ha az adott cím létezik a nyilvántartásban, és az ott lakók csak akkor válnak felelhetővé, akár a hatóságok, akár a mentők számára, ha a címük rendben van. A szekszárdi polgármesteri hivatalnál ezen dolgoznak évek óta. Az elmúlt időszakban 34 közterületet neveztek el, és közel 1000 egyedi címet állapítottak meg. Az érintetteknek több tennivalójuk is van az ügyben. Kabardülő Pál utca, hirdeti a frissen kihelyezett tábla a Bur utca elágazásánál Szekszárd külterületén. Többek között ezen a területen kezdték el az utcákat és közterületeket elnevezni a szekszárdi polgármesteri hivatal munkatársai. De a város minden része sorra kerül majd, mondja Göttlinger István, Szekszárd aljegyzője. Ez azért fontos, mondja a szakember, mert lakcímet létesíteni csak a címregiszterben szereplő címen lehet, márpedig az utóbbi időben egyre többen költöznek ki a város külterületeire, amik eddig nem, vagy csak részben voltak elnevezve. A városnak a rendezettsége nem csak azért kívánja meg, mert a jogszabály, hangsúlyozom, 14-es jogszabály előírja, hanem mindannyiunk érdeke, hogy a megközelítés, a fellelhetőség, adott esetben akár egy mentő, vagy tűzoltó, vagy bármi más esetén pontos címre
GPS-be iktatottan oda lehessen menni. Az önkormányzatnál a változást átvezetik a nyilvántartásba, ami alapján az új cím rákerül a tulajdoni lapra. A bankokhoz és különböző szolgáltatókhoz azonban személyesen is be kell menni az ügyfélnek, csak úgy, mint a szexádi járási hivatalhoz. Így cserélik le az ügyfél lakcímkártyáját forgalmi engedélyét. Ebben az esetben ugye a lakcím változás az bizonyos eljárásokkal jár, ez a magánszemélyek esetében lakcímváltozás átvezetése ingyenes. Föl kell keresni természetesen az okmányirodát, ez némi kellemetlenséggel jár, kétségtelen. Cégeket hivatalból értesítjük, illetve értesítjük azokat a közületeket, szolgáltatókat, amik kapcsolatba állnak ezek a fogyasztók. Az önkormányzat jelenleg is egyeztet a szolgáltatókkal, hogy vezessék át a saját rendszerükbe a címeket, és ne kelljen az ügyfélnek ez miatt személyesen is felkeresni az ügyfélszolgálatokat. A szekszárdi polgármesteri hivatal munkatársai első körben 34 közterületet neveztek el, és közel 1000 egyedi címet állapítottak meg a Palánkihegy Jobbparászta környékén. A következő időszakban az Előhegy, Botjánhegy, Csatár, Csötönyi völgy következik majd. Előreláthatóan 100-120 új közterület elnevezésre lesz majd szükség, és több ezer cím létrehozása és felülvizsgálata várható a jövőben. Változik az ügyfélfogadási rend a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál, zárva lesz a Tolna megyei Adó- és Vámigazgatóságának szekszárdi központi ügyfélszolgálata, valamint kirendeltségei augusztus 20-án és 21-én az állami ünnep miatt. Augusztus 29-én szombaton pénteki nyitvatartási rend szerint fogadják az adózókat. 30-al 4946 főre nőtt a hazánkban koronavírussal fertőzöttek száma. Az elhunytak száma változatlanul 608 fő, 3630-an pedig már meggyógyultak. Tolna megyében 21-re nőtt a fertőzöttek száma, olvasható a kormányzati tájékoztató honlapon. Ez alapján a járvány továbbra is jelen van és több országban erősen terjed, ezért a járványügyi készültség is érvényben marad. Az operatív törzs a hatósági házi karantén betartásának fokozott ellenőrzésére kérte fel a rendőrséget. Sikeresen zárták a nyarat a Bátaszéki Sportegyesület karatésai, két edzőtáboron vettek részt a tagok. Az első Gyomaendrődön volt, ahol ismeretlen mesterek segítségével fejlesztették képességeiket és barátságokat kötöttek a rivális klubok tagjaival. A másik a már hagyományá vált Bajai edzőtábor volt, ahol 9-en tettek ővizsgát. Újra elindultak az edzései a Bátaszéki Sportegyesület Vádorjú karate szakosztályának. A koronavírus miatt félő volt, hogy a nyárra tervezett táboraikat sem tudják megtartani, ugyanaz előző évekhez képest csúsztak az időpontok, de végül sikerült mindent megszervezni. Több gyerek volt, aki részt tudott venni mindkét táborban, Nagy Jánosi Botond is közéjük tartozik. Nekem mind a kettő tetszett, Gyomendrődön most voltam először, és mind a kettő pozitív volt nagyon. Botond azt is elmondta, hogy nagyon sok mindent tanult a gyomaendrődi táborban, és bár olyan emberekkel is találkozott, akiket ismert már a versenyekről, úgy érzi, most barátságokat is tudott kötni. Nagy Ákos edző elmondta, hogy a vírus járvány hozta helyzet miatt rendhagyó módon alakult a gyomaendrődi edzőtábor, hiszen a nemzetközi mesterek idén nem tudtak megjelenni, így váltva tartottak edzést a különböző klubok vezetői. Ez nagyon jól sikerült, hogy mindenkinek egy kicsit a boszorkány konyhájába bele tudtunk látni, hogy ő idézőjelben, hogy főzi a paprikás krumplit, mert mindenki tudja, de van mindenkinek valamilyen fűszer benne, amit egymástól el lehet lesni, és a gyerekek nagyon élvezték. Másik táborukat Baján tartották augusztus elején. Itt a már hagyományosnak mondható programokat csinálták végig. A tábor utolsó napján 9 sportoló tett övvizsgát, és léphetett egy szinttel feljebb a Vádorjú karate létráján. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Készülnek a tanévre a kollégiumokban, a Pécsi Egyetemen gyakori fertőtlenítés lesz. Nincs fertőzött a PVSK vízilabdásai között, elhalasztották a Magyar Kupát, most csak edzenek a pécsiek. Gyors diagnosztizálás és beavatkozás, stroke hálózat segíti a betegek gyógyulását a Dunántúlon. Gyakori fertőtlenítése és a közösségi terek használatának korlátozására kell számítani a Pécsi Egyetem kollégiumaiban, mondja az intézményekért felelős vezető. Nem lesz létszámcsökkentés a járványhelyzet miatt, azonban ha kell, lesz hová elkülöníteni a beteg hallgatókat. A szájmasz pedig egyelőre nem kötelező szeptembertől a kollégiumi épületekben.
Egy piros bőrönd, vízforraló, a dobozokban ruhák. Ezeket még a tavalyi lakók hagyták a Pécsi Egyetem Szalai Kollégiumában. Jelenleg üresek még a szobák, de várják a hallgatókat. A Covid-járvány miatt azonban változások lesznek, mondja az intézmények felelőse. Regisztrálni kell a be- és kilépéseket, a vendégforgalmat, illetve a kereskedelmi szálláshely forgalmunkat beszűkítjük. Nem abban a mennyiségben és nem abban a számban lehet majd igénybe venni, mint az eddigi években. Ezentúl a közösségi tereknek a használata lesz visszafogva. Itt a egyszerre bent tartózkodók száma lesz korlátozva. A szájmaszk használatát is előírják, ha úgy hozza a járványhelyzet, mondja az igazgató. A férőhelyeket azonban nem csökkentik a szobákban. Ez a háromágyas szoba például szeptembertől is marad háromágyas. Igazság szerint egy olyan kollégiumunk van, ahol ágyszámot csökkentünk, de ez egy régi terv volt. Tehát ott nem a járványügyi helyzet, hanem inkább a komfortfokozat emelése számított, amikor ezt a lépést megtettük. A férőhelyek 5%-át karantén férőhelyekként elkülönítik. Ezen kívül korlátlan mennyiségű kézfertőtlenítőt biztosítanak, és gyakrabban fertőtlenítik majd a közösségi terek ablak és ajtókilincseit, bútorfelületeit. Egyébként összesen 3700 kollégiumi férőhely van a Pécsi Egyetemen. Eldőlt, hogy melyik együttesek rendezhetnek raktárkoncerteket. A százas listát több fesztivál szervező közösen állított össze. A kormány még augusztusban döntött arról, hogy több mint 7,5 milliárd forinttal támogatja a könnyű zeneipart. A pénzből úgynevezett raktárkoncerteket lehet szervezni, így szeretnék segíteni a járvány miatt bajba jutott ágazatot. Ezek a felvételek a tavalyi strandfesztiválon készültek. Az ötnapos programra több ezer érdeklődő látogatott el Zamárdiba. A fesztivál idén azonban elmarad. A kormány július végén döntött arról, hogy augusztus 15-e után sem lehet tömegrendezvényeket szervezni hazánkban. Nagyon megviseli a könnyűzenei ágazatot a járvány okozta helyzet. Erről beszélt híradónknak Lóbenvenny Norbert. A kormány még augusztusban döntött arról, hogy több mint 7,5 milliárd forinttal támogatja ezt a szektort, így több mint 100 együttes zenész adhat majd koncertet. A raktárkoncert projekt kapcsán több magyarországi szervezőt keresett fel a kormány azzal a kéréssel, hogy különböző szektorokból hívjanak meg előadókat. Idősebb generációt, élő legendákat, jó néhány műfajban tevékenykedőket. Minket arra kértek, hogy a fesztiválokon javarészt jelenlévő zenészek körében 100 fellépőt hívjunk meg erre a projektre. Mi azt a megoldást választottuk, hogy mi magunk egyetlen egy fellépőt sem szeretnénk meghívni, hanem 13 magyar fesztivál szervezőjét kértük arra, hogy közösen állítsák össze azt a listát, akikről azt gondolják, hogy szeretnék látni, szeretnék, hogyha meghívhatnánk erre a százas listára, erre a raktárkoncert projektre. Minden fesztivál szervező, a 13 fesztiválnak a szervezője az idei meghiúsult programjából indult ki. Azokat a fellépőket javasolták erre a listára, akiknek elmaradtak a koncertjeik. Lóbenvenny Norbert szerint ez a szám még tovább nőhet, a koncertekről pedig felvétel is készül majd. Raktárkoncertnek keresztelték el ezt a projektet, amely keretében a fellépők, ez a kiválasztott 100 fesztiválos, és azt gondolom, hogy legalább 100 egyéb szektorból meghívott előadó. Nagyon kevés számú közönség jelenlétében, mindössze néhány vendég lehet, azt gondolom, jelen ezeken a koncerteken. Magas technikai körülmények mellett kerülnek rögzítésre ezek a koncertek. Egy archívum születik ebből, egyfajta lenyomata a 2020-as évnek, amikor élő koncerttel ritkán találkozhatunk zenekarokkal, azonban azt remélem, hogy egy jó hangulatú és jó minőségű koncertsorozat születik ebből. A koncertfelvételeket már augusztusban elkezdik rögzíteni, és egészen szeptember végéig tart majd a munka. Egy pécsi vízilabdázó sem fertőződött meg koronavírussal. A Baranyai megyeszékhely sportolói a szerdai Magyar Kupa elődöntő és helyosztó mérkőzésén vettek részt, amikor kiderült, hogy a Ferencváros gárdájában 4 pólósnál kimutatták a vírust. A PVSK játékosai egyelőre edzéseket tartanak. A kupa és az egyébként 29-én kezdődő bajnokság eseményeiről a járványhelyzet alakulása alapján dönt a Magyar Vízilabda Szövetség. 4 ferencvárosi vízilabdázónak is pozitív lett a koronavírus tesztje. A fővárosi csapat mellett többek között a pécsi pólósok is részt vettek az elődöntő, illetve helyosztó összecsapásokon. A PVSK vezetősége úgy döntött, még aznap hazautaztatják a Baranyai megyeszékhely sportolóit, és elvégzik rajtuk a koronavírus tesztet. Hála az égnek, mindenkinek negatív lett a tesztje.
ami azért is volt fontos, mert egyrészt közvetlen családtagok, az itt dolgozó, ugye itt is kollégák, akik itt vannak az uszodában, az utánpótlás sportolók, a fürdő vendégek miatt úgy gondolta a klub vezetése, hogy ez a biztos, hogy megcsináljuk ezt a tesztet. Így a vízilabdázók elkerülhették a házi karantént. A szakosztályvezető kiemelte, ez az eset is rávilágított arra, hogy komolyan kell venni a vírust. Domenico De Blasio hozzátette, most bizonytalan a sportágban a helyzet, de igyekeznek edzésben tartani a pécsi pólósokat. Most 25-ig, 26-ig, pontosan nem tudom melyik napig, de a szövetség az összes szövetség által rendezett vízilabda eseményt felfüggesztette. Utána 29-én már indulna a bajnokság. Hála az égnek azt elmondhatjuk, hogy edzeni tudunk, edzeni fog a csapat, készül a bajnokságra, illetve készül a még visszalevő kupamérkőzésre. Mivel minden játékosnak negatív lett a tesztje a koronavírusra, így biztonsággal edzhetnek tovább a hullámfürdőben. A Magyar Kupa és a bajnokság folytatása viszont a vírus helyzetétől, terjedésétől függ. Gyors diagnosztizálás és gyors beavatkozás, így lehet a stroke káros hatásait minimalizálni a szakemberek szerint. Ezért alakították ki azt a pécsi központú stroke hálózatot, mely az egész Dél-Dunántúlról ellátja azokat az eseteket, melyeknél műtéti beavatkozás indokolt. Ezért már az agyvérzés gyanújának vizsgálati anyagai is eljutnak a pécsi szakemberekhez, akikhez ezek alapján eljuthatnak a betegek a legrövidebb időn belül. Egy érelzáródással kapcsolatos beavatkozásról készült ez a felvétel a pécsi ideklinikán korábban. Az ehhez hasonló érelzáródások az emberi agy erejében akár halált is okozhatnak, vagy súlyos károsodást, ha nem kap a beteg minél hamarabb megfelelő orvosi ellátást. Ebben segíthet a pécsi ideklinika stroke hálózata, amely az agy nagy erejében megtapadt vérrögöket távolítja el mechanikai úton. Abban segít, hogy egyrészt a stroke tüneteit mutató betegek mielőbb diagnosztikára kerüljenek, mielőbb kórismézésre kerüljön az agyi vérellátási zavarnak az oka, és ha ez az ok kezelhető ezzel a módszerrel, a mechanikus trombektória módszerével, akkor a betegeket ez a hálózat haladéktalanul eljuttatja az idegsebészeti klinikán kialakított endovaszkuláris munkahelyre. Vagyis a vérrögöt az agyban az érpályán keresztül feldarabolják és kiszívják a megfelelő eszközzel. Így visszaállhat a normális keringés. Az így kezelt betegek 20%-a az otthonába kerül vissza nem ápolási központokba. Az egész Dél-Dunántúlról látják a sztrógyanús betegek leleteit Pécset, ezért gyorsan be tudnak avatkozni. Jelenleg, hogyha Nagykanizsán valakinek van egy sztrók gyanú és bekerül a kórházba, és ott készül egy CT-vizsgálat, akkor a tünetek kezdetétől a CT-vizsgálatot azonnal vizsgálják a részben a saját endovaszkuláris kollégáink, akik felé referálják a nagykanizsai kórházból. A kollégáim megnézik, hogy valóban nagy érelzáródásról van-e szó. Ezek a betegek azonnal az ott sürgőségi szállításával kerülnek át az idegsebészeti klinikán levő endovaszkuláris laborba, ahol ellátásra kerülnek. Ráadásul a diagnosztizálásban egy szoftver is segít, amely felismeri a képen, hol és milyen elzáródás van, műthető-e. Magyarországon évente közel 40 ezeren kapnak sztrókot, és 13 ezer ember veszti életét agyi érkatasztrófa eredményeként. Az esetek 80-85%-a a vérrög okozta érelzáródás következtében alakul ki, melynek gyógyításában a terápia mielőbbi megkezdése kulcsfontosságú. Ezért fontos, hogy amennyiben egy beteg sztrók tünetekkel kerül a közeli kórházba, a CT vizsgálat és a vizsgálat kiértékelését minden esetben minél hamarabb kell elvégezni. És végül nézzük legfontosabb Tolnamegyei híreinket még egyszer röviden. Ünnep Bátaszéken, jövő augusztusra elkészül a Székelyház. Utcákat dűlőket neveztek el Szekszárdon, több ezer új cím keletkezik. Felavatták a Paksi futballstadiont, az Újpesttel csapott össze a Paksi csapat. Földrengés volt Pincehelynél, senki sem sérült meg. Kedden egy hideg front alakítja az időjárást, reggel még lehet zápor zivatar a térségben, majd délelőtt kisüt a nap, de a délután folyamán ismét erős gomoly felhőképződés kezdődik. Az átmeneti eső szünetet követően késő délutántól ismét heves zivatarok, felhőszakadások érkezhetnek nyugat felől.
Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, honlaponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!